helyi tánccsoportok fellépésével vette kezdetét a 2018-as Városi Majális utolsó napja, május 1-én, ahol felléptek a Pulzus TSE, a Kelet-lányai hastánccsoport, az OK Dance, az El Pazo, a Hungaritmik, valamint a Hedonism Crew tagjai is. A bemutató után élő kívánságműsorral vártak mindenkit délben, majd ezt követően a Gazdász Néptánc Együttes mutatta be műsorát a Sárarany Népzenekarral közösen. A szervezők természetesen a legkisebbekre is gondoltak, így a délután alatt főként gyermekprogramokkal vártak minden érdeklődőt. Évek óta visszatérő vendég városunkba az Alma Együttes, akik ezúttal is nagyon jó hangulatú koncerttel készültek. Hangosan sikít! A zenekar 1996-ban alakult, elsőként klasszikus és kortárs költők megzenésített verseivel a felnőtt közönséget célozták meg, majd ez átalakult az évek során. Jelenleg gyermekek számára játszanak megzenésített verseket, nemrégiben pedig megjelent a legújabb lemezük virtuális formában, ami 10 új dalt tartalmaz, és a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának honlapján érhető el. A Natura 2000-es állatvilág, a Hortobágy Nemzeti Parknak az életéről, a minden napjairól szól, az ottani élőlényekről, állatokról. Ez mindig tehát ilyen koncepciólemezt készíteni, az mindig egy külön öröm, mindig egy nagyobb, sokkal nagyobb feladat, mert egy témát körbejárni, és azon belül változatosnak lenni, sokszínűnek lenni, az mindig egy nagy kihívás, és ezt a munkát is nagyon nagy előkészületek előzték meg. A gyermekprogramokat követően aztán a Garami Funky Stuff lépett színpadra, Beres Mónikával kiegészülve. Az együttes a közismert rádiós műsorvezető Garami Gábor régi nagyálmát váltja valóra, hogy a 70-es, 80-as, 90-es évek funky, diszkó és soul slágereit idézzék meg professzionális hangzásban. Én nagyon örülök mindig, hogyha Budapestről kicsit elutazhatunk, mert hogy nekünk ez egyfajta misszió. Tehát azt gondolom, hogy én ezt a funky műfajt, amin én felnevelkedtem a 80-as években, 70-es évek végén, én akkor nagyon szerettem, diszkokban is ezt játszották, a színpadokról is ezt hallottam, és mint szoktam mondani, mint a magyar népzenészek, a folklór zenészek, hogy egyfajta hagyományőrző brigád vagyunk mi is, csak mi ezt a funky meg a diszkó műfaját őrizzük, úgyhogy nagyon nagy öröm volt látni, hogy itt Mosonmagyaróváron is nagy szeretettel fogadták. A négynapos programokat aztán Zoltán Erika koncertje zárta. Szülei emlékei szerint Zoltán Erika már 4 éves korában eldöntötte, hogy énekesnő lesz. Ennek érdekében minél hamarabb zongorázni tanult és jazz-balett órákra járt. 1984-ben a Balatonnál találkozott Pásztor Lászlóval, a Neoton Familia együttes tagjával, aki elindította a zenékpályán. 1986-ban részt vett a siófoki Interpop Fesztiválon, ahol közönségdíjat nyert a Szerelemre Születtem című számával, ami meghozta számára a várva várt sikert. Jelenleg is rengeteg koncertet ad országszerte, a tervek között pedig szerepel az is, hogy még több élő koncerttel szórakoztassa a közönséget. A lehető legfontosabb az az élő zene. A tavalyi jubi, amit már említettem, április 8-án volt egy tényleg felejthetetlen hangulatú és talán életem legsikeresebb koncertje a budapesti Szimacsarnokban.
az úgy letette nálam azt az igazi nagy mérföldkövet, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelnem arra, hogy egyre több élő koncert legyen az életemben, mert nekem is az az igazi öröm, és ahogy látom, a közönségnek is egy egészen másfajta élmény, és egy másfajta emlékkel mennek haza egy élő koncert után. A 2018-as Városi Majálisról készült magazin műsorunkat és a fellépőkkel készített teljes interjúkat jövő hétvégén televíziónk műsorán is megnézhetik.